de az önmagáért való állapot egy-egy alkotói pálya életünk összefoglalásaként kivételes alkalmakkor művészeti albumban jelenik meg. Ennek ékes példája a 29. Várkolti Napok alkalmában megjelent Tatár Antal festőművész alkotói pályáját bemutató művészeti album, ami reményeim szerint egy sorozat első kötete. Kezdte köszöntő beszédét Talabér Márta, Várpalota polgármestere. A város gondozásában megjelent kiadvány megjelentetésének gondolata már 2 évvel ezelőtt megfogalmazódott, de az anyagi források ebben az évben tették lehetővé az album kiadását. Várpalota tisztelettel emlékezik azokra a művészekre, akik nagy hatást gyakoroltak a város kulturális és képzőművészeti életére, és műveikre nyomot hagytak maguk után. A Várpalotához 1000 szállal kötődő Tatár Antal festőművész, aki jövőre lenne 80 esztendős, közéjük tartozik. Sajnos a 2011. februárjában bekövetkezett halála megakadályozta abban, hogy a lokálpatrióta, városát szerető, termékeny művész további alkotásokkal örvendeztessen meg bennünket. Úgy gondolom, hogy a jövő nemzedéke számára fontos megőriznünk és közkincsét tennünk azt az örökséget, amelyet maga után hagyott, ezért tisztelünk ezzel az egész életművön átívelő albummal Tatár Antal festőművész emléke előtt. Tatár Antal festőművész megbecsülésének egyik jele a művészeti album megjelenése, hangsúlyozta Sárvári Néride Zsuzsanna, az album szerkesztője. Bár Tóni bácsi Újpesten született, ízig-vérig várpalotainak vallotta magát. Művei Várpalota iránti ragaszkodásáról, tiszteletéről és természet szeretetéről árulkodnak. Az alkotó az 50-es években Pétfürdőn ismerkedett meg és került kapcsolatba a képzőművészet egyik emblematikus alakjával, Újhelyi Gábor festőművésszel, majd 1953-ban Móroc Miklós és Nagy Gyula mellett alapító tagja lett a Bányász képzőművészkörnek. Kezdetektől fogja tagja volt a palotai alkotók körének. Ha egy várpalotai vagy várpalota környékén élő embertől megkérdezik, hogy ismerte Tatár Antal, akkor biztosan igennel válaszol, hiszen Tóni bátyám több mint 60 éven át itt alkotott és itt élt Várpalotán, itt állított ki a galériában, a művelődési központban, a könyvtárban, és itt vett részt a palotai műhely alkotógárdájában alapítottakként, a megyében, aztán Budapesten, majd az ország több településén, illetve alkotó tárolók művésztelepek képzőművészeti munkájában. Az albumban 10 ismert közéleti személyiség, köztük Mészáros Imre grafikus művész, Pócsik József iskolaigazgató és Budai László, a várpalotai Krúdi Gyula városi könyvtár igazgatója vállaltak szerepet szerzőként, hogy visszaemlékező írásaikkal emléket állítsanak a sokak által kedvelt, mosolygós alkotónak. A reprezentatív kiadványban természetesen helyet kaptak Tatár Antal művei is, egész pontosan 62 darab alkotás. Az album 2 részből áll, az elején a visszaemlékező írások, a pályát méltató gondolatok, illetve elemző gondolatok és írások, különböző kiállítás megnyitók szerkesztett változatai is bekerültek az albumban, a második részben pedig a munkákat, a művészeti alkotásokat láthatják majd. Az album terjedelme 104 oldal, és ebbe a keretbe próbáltam összefoglaló képet adni egy elismert helyi alkotó életművéről.